Akárcsak tavaly az Art Paris-t a Champ de Marson rendezik meg az Eiffel torony lábánál, az ideiglenesen felállított Grand Palais-ban, amelyet Jean-Michel Villemot francia építész tervezett. Az Art Paris a legnagyobb modern és kortárs művészeti vásár, amelyen a párizsi és francia mellett európai és nemzetközi művészeti galériák is részt vesznek. A vásár, ahol 2022-ben 130 galéria jelent meg, összehozza a képtárakat, művészeket, műgyűjtőket és műkedvelőket. Azért jönnek ide, hogy magukba szívják ezt az érzést, és megismerjék a kortárs művészet alakulását ismert és elismert művészek, feltörekvő tehetségek által. A galériák kínálatában híres művészek és nagy reménységek művei szerepelnek. A kiállított képek mindegyike megvásárolható, hiszen ez egy vásár. Pénztárcától függetlenül mindenki találhat magának felfedezni valót. Lehetőséget biztosítunk a nagy múltú képtáraknak és a szerzői gyűjteményeknek is. Ahogy én hívom őket, kis és közepes képtárak, amelyeknek eredeti arcuk van. Ez is fontos eleme a vásár DNS-ének, hogy egyszerre vannak jelen nagyon híres alkotások és olyanok, amelyek még felfedezésre várnak. Idén az Art Paris az ökológia témáját járja körül. A természet és a környezet a központi kérdések a párizsi művészeti kiállítás idei rendezvényén. A kiállított művészek közül sokan foglalkoznak az ökológiával vagy a természethez való viszonyukkal. A Művészet és Környezet című kiállítás kurátora szerint ez egy univerzális és átívelő téma, amely nagyon is aktuális kérdéseket vet fel. Így 17 művész alkotásaiból válogattunk, sok köztük a fiatal. Valódi generációs jelenség ez. Sok fiatal művész foglalkozik ezekkel a környezeti témákkal. Ők beleszülettek az ökológiai válságba, számukra ez személyes ügy. Így mindazok, akik foglalkoznak a valósággal, akik koruk kérdéseit boncolgatják, elkerülhetetlenül szembesülnek az ökológiai dilemmákkal. Legyen szó éghajlatról, biológiai sokféleségről vagy szennyezésről. Az Histoire Naturelle című tárlat művészei között megtaláljuk a kameruni Barthélemy Togót, aki nemrég a Quai Branly-n állított ki, és akit a tekintélyes Galerie Le Long képvisel. Ő a világjárvány idején készült alkotásokat, nevezetesen egy maszkos állatokat ábrázoló metszet sorozatot mutatott be. Balmayóban születtem, ez az egyenlítő mentén egy erdő közepén fekszik, úgyhogy tudom, milyen fontos a természet életereje. Mindig is szerettem és közel éreztem magamhoz a természetet. Fontos számomra, hogy a műveimbe is bevonjam és ünnepeljem. Sok galéria felvette az Art Paris által javasolt művészet és környezetvédelem vezérfonalat. Köztük a Galéria Continua, amely már 8 galériából álló hálózatot alkot Európa szerte, és amelynek legújabb kiállítóhelyét most nyitották meg Párizsban. Ezen a héten nyitjuk meg Pascal Matin Tayou kiállítását, amelyet idehoztunk az Art Paris-ra. 3 művét állítottuk ki, mivel munkássága valóban illeszkedik ahhoz a témához, amelyet a vásár idén választott, a művészet és a környezet kapcsolatához. A művészeti vásár, mint műfaj lehetővé teszi, hogy egyetlen térben megragadjuk a kortárs művészet éppen aktuális, rendkívül széles spektrumát. Az Art Paris az FMR Grand Palais-ban április 10-ig tart nyitva.